Jó estét Európa, kellemes reggelt Ausztrália, szép délután Kanada és Amerika. Azt hiszem, hogy így illő köszönteni a kedves hallgatóinkat. Önök a keddesti ingyenes Germán Gyógytudományi Webkonferenciát hallgatják dr. Budai László Károly előadásában. Mint ahogy ezt tőlük megszokhatták, minden héten kedden más és más témát taglalunk, más és más téma kerül terítékre, amelyben egy kicsit elmélyülünk, és remélhetően érthetővé tesszük azokat a diagnózisokat, azokat a problémákat, vagy ha úgy jobban tetszik, betegségeket, amelyekkel szembesülünk. Mint minden webkonferencián, ma is egy ilyen témacsokrot fogunk felölelni, és a webkonferencia után pedig a fórum részben ezekről a témákról, illetve egyéb témákról is lehet kérdezni, és az orvos válaszol. Nagyon örülök ezeknek a webkonferenciáknak, hiszen olyan témákat tudunk kivesézni, amire önöknek szükségük van és igényük van, és azért is jó ezekről tudni, mert nem csak egy általános műveltséget ad, hanem egy másik szemléletet is. Erről szól a Germán Gyógytudomány, egy másféle szemléletre vezet rá bennünket, és az esetleges hiányosságainkat, hibás tudásainkat, vagy helytelen következtetéseinket rakja helyre. A ma esti témánk az idegbántalmak, neuropátia, neuritis, neuromielitis, mint működésváltozás eszköze a biológiában. Azt hiszem, hogy ha az idegbántalmakról hallunk, akkor mindenkinek valami nagyon különleges, nagyon spéci, nagyon ritka dolog jut az eszünkbe. Rengetegszer magyarázunk különböző testi tünetünket idegbántalmakkal. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy becsípődött az ideg, valami baja van, begyulladt az ideg. Folyamatosan idegi alapú betegségekről beszélünk. Mi ebben az igazság, mi ebben a lényeg? Hogyan kell ezekre a bántalmakra, ezekre a tünetekre gondolni? Milyen összefüggésben hozható az esetleges lelki megéléseinkkel? Hogyan magyarázható mindez a germánygyógytudománnyal? Egyáltalán mi az, hogy germánygyógytudomány? Ki fedezte fel? Milyen elveken működik? Mit kell erről tudni? Erről fog a ma esti webkonferencia szólni. Én kívánok önöknek egy tartalmas estét, és azt is kívánom, hogy mindenkinek, aki ezt a webkonferenciát hallja, rengeteg megoldás, rengeteg felismerésben legyen része. Fogadják nagy szeretettel a ma esti előadónkat is, dr. Budai László Károlyt, aki orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeutaként, és nem utolsó sorban életmód tanácsadóként is van köztünk jelen. Remélem, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre. Nagyon szépen köszönöm, Réka, ezt a szenzációs bevezetőt, és én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti webkonferencián is. Ez a neuropátia, polineuropátia, stb. Ezek nagyon nagy szenvedést okoznak a betegeknek, és elég nagy a zűrzavar ebben a témában, a medicinában, de ismerve a germán gyógytudomány alapjait, az öt biológiai természettörvényt, és nyilván egy kicsit a tudományos táblázatot is, tudhatjuk, hogy minden mögött mi húzódik meg. És ez a gondolkodás, ami számunkra segítséget nyújt, ez dr. Rikke Gerdt-Hammer felfedezése. Dr. Rikke Gerdt-Hammer az a fantasztikus orvos, fizikus és teológus, ugye, egybe, aki az embert azért úgy teljes egészében ismerte, felfedezései voltak, amiből végre biztosítani tudta családjának a megélhetését, és amikor már azt hitte, hogy minden egyenesbe jött, akkor történt az a hatalmas tragédia az életében, ami mindent megváltoztatott, és ami egyben a germán gyógytudomány felfedezésére vezette. Amint azt már minden bevezetőben elmondjuk, ugye a 19 éves fia Dirk Hammer
a karjai közt halt meg, bár 111 napon keresztül, az apja mindent elkövetett, Hammer doktor, hogy a fia életét megmentse. Egy két hónapon belül pedig egy heredaganata alakult ki Hammer doktornak, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valamilyen kapcsolata az ő heredaganata és a fia elvesztése halála között. Ekkor fedezte fel 1981-ben az első biológiai természet törvényt, a rák vas törvényét. Akkor még nem tudta, hogy további négy törvényt fog felfedezni, de fia álmában megjelent és biztatta apját a további kutatásra, tehát elmondhatjuk, hogy csupán frekvenciát váltott ő is, mint mindannyian, akik hallgatjuk ezt a webkonferenciát, majd egyszer valamikor frekvenciát váltunk mi is, de a lényeg az lenne, hogy addig egészségben éljünk, és megvalósítsuk mindazt, amiért erre a bolygóra érkeztünk. Az első biológiai természettörvény, tehát a rák-vas törvénye nevét viseli, és Hammer doktor ebben kifejti, hogy mi is az, ami elindít a szervezetünkben egy daganatos folyamatot, illetve bármilyen rákkal egyenértékű folyamatot, ezeket a folyamatokat Hammer doktor értelmes biológiai különprogramoknak nevezte. Ez az EBK itt a lap alján arra utal, hogy értelmes biológiai programokról beszélünk, és nem ismeretlen, nem rosszindulatú, nem értelmetlen dolgokról, és főleg nem gyógyíthatatlan betegségekről, mert amelyről ezeket a dolgokat állítják, azok lehet, hogy ők úgy látják, de a helyzet az, hogy ezek mind gyógyíthatók. Természetes csak is a beteg közreműködésével valósítható meg minden, és ezt megértjük, ha valóban megértjük, hogy hogyan is indul el egy ilyen folyamat. Ugye mindig egy érzelmi megrázkódtatásról van szó, egy érzelmi konfliktusról, ami váratlanul, meglepetésszerűen, drámai módon érkezett az életünkbe. Mindezt magányosan éljük meg, és a problémánk az, hogy benne ragadunk a konfliktusban. Vagyis mindig lesz az életünkben váratlan, meglepetésszerű esemény, de kérdés, meddig ülünk bent a konfliktusban. Mert ez fogja eldönteni azt, hogy a megoldás milyen zajos, mennyire zajos tünetekkel jár. A lényege ennek a történetnek ez a lélek-agy-szerv-tengely. Vagyis arról szól a történet, hogy egy érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Vagyis a szervi elváltozásból tudjuk jól, hogy mi volt az érzelmi megrázkódtatás, ami ide vezetett. Az agyi térképen, vagyis a kontrasztanyag nélkül készült koponya CT-n, ami az agy alappal párhuzamosan készült rétegfelvételeket mutatja, pontosan láthatóak ezek az úgynevezett Hammeri gócok, amelyek nem műtermékek, nem a röntgenkészülék vagy a CT-nek a hibájából keletkeznek, hanem azok valóban ott lévő történetnek a lenyomatai. Nos, akkor ebből az is következik, és ez nagyon fontos ma tisztáznunk, hogy mi nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, mert lehet, hogy a tünet minden esetben idegfájdalom lesz, de nem mindegy, hogy mitől. Mert a környezeti tényezők, a hibás táplálkozás, vagy hiányos táplálkozás, a balesetek, a mérgezések, ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Még egyszer, a germán gyógytudomány tárgykörébe azok a biológiai programok tartoznak, amelyek egy meg nem oldott érzelmi megrázkódtatás következtében az agy közvetítésével jönnek létre szervi szinten. Ne feledjük el, hogy mindig kialakulnak a sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak, és ez a túlélésünk miatt van így, hisz minden erről szól. Nem azért van, hogy bosszantson minket a teremtő a sinekkel, és nem is a sinekkel kell valójában foglalkozni. Nagyon jók a sinek, mert megmutatják, hogy mi volt a konfliktus, mikor, milyen körülmények között szenvedtük el, tehát segít a konfliktus megtalálásában, feltárásában. De amint a konfliktust
azt, ami érzelmileg indult el bennem, azt érzelmileg zárom le, onnantól kezdve a sinekkel már nem kell foglalkozni, mert ezek maguktól eltűnnek. Viszont ha nem oldjuk föl érzelmileg mindazt, amit érzelmileg indítottunk el, hát akkor kérem szépen a sinek gondoskodnak arról, hogy kellemetlenül érjenek minket újabb és újabb ismétlések, betegségnek nevezett tünetek. Mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hisz nem az számít, hogy mi történt a beteggel valójában, hanem hogy azt a történetet ő miként élte meg. És ezért várom a betegtől a kérdést, és nem egy hozzátartozótól, mert a beteg tudja elmondani a megélését a saját szavaival, és abból már lehet tudni, hogy ő miként élte meg azt a bizonyos váratlan eseményt, amit megélt, és amiben benne ragadt. Az első biológiai természet törvény után röviddel Hammer doktor felfedezte a második biológiai természet törvényt, és ebben rámutatta arra, hogy mindig két szakaszban zajlik le minden biológiai program, természetesen, ha eljut a végéig. Mert ugye a DHS pillanata, amit ugye Dirk-Hammer szindróma fiáról nevezett el, itt látjuk az első függőleges vonalon, ez a DHS pillanata már az első biológiai törvényt ábrázolja, vagyis megtörtént a váratlan, meglepetésszerű esemény, amiben benne ragadtam, és magányosan éltem meg, és csak az a kérdés, hogy mennyire sokáig ültem ebben a konfliktusban, és a kérdés még az, hogy milyen erősek voltak ezek az érzelmek, mert ez fogja meghatározni a konfliktus tömeget, amit itt Hammer doktor, amit látjuk, kék színnel ábrázolt, satírozott be ezen a területen. De miért? Azért, mert ilyenkor a hideg tünetek jelentkeznek, vagyis hideg a kezem, hideg a lábam, mindenki érezte már, aki egyszer is az életében stresszes állapotban volt, így van? És az a hideg végtagokkal együtt emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, a légzésszám. Természetesen, ha sokáig benne ülünk a konfliktusba, akkor a stressz hormonok szintje is emelkedni fog, és nem fogunk nyugodtan aludni, nem lesz étvágyunk, nem fogunk rendesen táplálkozni, lefogyunk. Nos, amikor eljutunk a megoldáshoz, itt a KM a konfliktus megoldását jelenti, akkor a biológiánk helyre teszi mindazt, amit a túlélésünk érdekében már a konfliktus aktív szakaszban elkövetett. Vagyis a konfliktus aktív szakaszban az én meg nem oldott érzelmi megrázkódtatásomra kaptam egy biológiai segítséget, a harmadik törvényben mondjuk el, hogy miről is szól ez a segítség, de a megoldás után a hideg tünetek meleg tünetekbe csapnak át, és hát akkor lesz mindenféle kellemetlen, gyulladásos panaszunk, ugye a fájdalommal, a lázzal, a duzzadással, a működésnek a visszafogottságával, a kiesésével. Mindez azért van, mert víz gyülemlik be szervi szinten, a helyretételhez szükség van a vízre, és ugyanakkor nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megtörténik a helyretétel, vagyis a konfliktus aktív fázis után az agyi központban is, a megoldási fázisban megjelenik a folyadék többlet, ez fogja a fejfájást okozni. Nos, az egész kellemetlen helyzetből az epileptoid krízis fog minket kirántani, és ennek az a lényege, hogy ekkor rendbe jön az agyi relé, kipréselődik belőle a víz, ami ott van, megszűnik a fejfájás, szervi szinten is a víz kipréselődik, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi vizet megittunk, és természetes, itt lesznek a legkellemetlenebb tüneteink, a máskor nem, de ilyenkor azért orvost fogunk hívni, vagy mentőt fogunk hívni, mert a program természetétől függően nagyon kellemetlen, sőt életveszélyes tüneteink is lehetnek, de az is előfordulhat, hogy itt szűnik meg a fájdalmunk, mondjuk egy csont fájdalom esetén,
Viszont a következő szakaszban ismét megjelenik akkor a fájdalom, mert a hegesedési fázis még mindig meleg tünetekkel jár, extrém fáradtsággal, és ha tudjuk, hogy mindezek a kísérő tünetek a javunkat, a gyógyulásunkat szolgálják, és nem esünk kétségbe, akkor eljutunk a program végére, és gyakorlatilag gyógyultnak mondhatjuk magunkat. Réka, említette még itt valami gyógyszert közben? Még nem, de azt kérdezném mindenképpen meg, hogy ezt elmondtad, hogy így zajlik le két fázisban a gyógyulásunk, hogy hideg fázis, meleg fázis, epileptoid krízis. De ez minden esetben így történik? Nagyon jó lenne, ha így történne, és hogyha mindez egy nap alatt történne meg, mert akkor azt jelenteni, hogy a konfliktus aktív szakaszban egy napot ültem, és a megoldás másnap megtörtént, tehát harmadnap már semmi bajom nincs. Sajnos a probléma nem így van, mert nem tudunk elengedni egy elképzelést. Az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között, és ezért egy-egy emlékezésbe beleragadva, vagy mondjam úgy, egy rögeszmébe beleragadva, hát ugye a konfliktus aktív szakasz igencsak elhúzódik, és annak a következménye, hogy a megoldásban igen zajos tünetek lesznek. De, mint mondtam, a megoldásnak érzelmi szinten kell megtörténnie. Mert ha nem így történik meg, akkor a sínek, mint mondtam, gondoskodnak arról, hogy a program újra elinduljon. Az előbb ugye meséltem arról, hogy ha meg sem oldjuk a konfliktust, és sokáig benne ragadunk, hát ebben a biológiánk kimerül. Ha viszont ritkán találkozunk a sinekkel, mondjuk tavasszal és ősszel, akkor minden tavasszal és minden ősszel lesz egy-egy gyógyulási szakaszunk, úgynevezett betegségünk, és ezeket a programokat, amint látjuk, végig lefuttatjuk, majd megint minden rendben van, és utána megint újra kezdjük a programot, tehát policiklikus a lefolyás, a medicinában ezt recidívának nevezik. Nos, kitől függ a recidíva? Csak tőlem függ. Nem istenveléssel, nem az időjárástól függ, attól függ, hogy mikor fogom végre érzelmileg feloldani azt, amit érzelmileg elindítottam, és akkor lehet bármilyen az időjárás, nem lesznek tőle tüneteim, eltűnnek a pollenallergiák és minden ilyen történet. A harmadik sorban látjuk a függő gyógyulásnak az ábráját, és azt láthatjuk, hogy a gyógyulási szakaszt, amit ugye itt a piros szín jelez, mindig rövid időre megszakítja egy konfliktus aktív szakasz. Ezek a rövid kék szakaszok azt jelentik, hogy túl gyakran kerülök sínre, és ezért maga a program nem tud kifutni a végéig, tehát mi a következmény? Szinte folyamatos fájdalom. Ezek alapvető dolgok, amiről tudnunk kell, hogy vegyük észre, hogy csak tőlünk függ, hogy meddig szenvedünk. Hadd kérdezzek még egyet. Mitől függ az, hogy milyen elváltozások lesznek? Honnan erednek ezek a történések? Hát pont ez itt a nagyszerű és csodálatos felfedezés, amikor a Hammer doktor egy eddig inaktív tudást bevisz a gyakorlatba, és kiderül, hogy ez egy nagyon aktív tudássá kéne változzon, és ez pontosan az embriológia vagy fejlődéstan. Mindenki vizsgázza belőle, az embriológia azzal a 9 hónappal foglalkozik, ami a megtermékenyítéstől a születésig eltelik az anyamében. Mindannyian ugye egy megtermékenyített petesejtből alakultunk ki, és ez a megtermékenyített petesejt ugye a 8.-10. napon eljut a szedercsíra állapotba, ami aztán a rengeteg sejt, ugye tudjuk, hogy a szederben, málnában egyforma kis bogyók vannak, na de ezek rendeződnek 3 csíra lemezzé. Ennek a keresztmetszeti képét látjuk itt, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Tehát 3 csíra lemez. És 3 csíra lemezből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, és ezek a sejtek egy életen át ugyanazt a programot fogják csinálni, hisz látjuk, hogy megfelelő idegi központok irányítják ezeknek a sejteknek a működését. Mert nem tudnak elvándorolni egyik helyről a másikra, éppen a mai nap hallottuk, ugye, hogy a prostata kontroll során
A betegnek már semmilyen panasza nem volt, a prostata méretei is megfelelőek, nem maradt már semmi reziduális vizelet a hólyagban, de mit mondott az orvos, hogy de egyetlen sejt elment és bebújt a csontokba. Hát kérem szépen, ehhez igencsak már képzelőerő kell, mert a prostata sejt soha nem fog tudni csontsejtté átalakulni. Ez biológiai képtelenség, hiszen láthatjuk, hogy három csiralemezből pontosan adott sejtek alakulnak ki. És ezek, mint mondtam, a működésüket egy életen át megtartják. A sárga nyíllal, sárga csiralemezből származó sejtjeink ugye a falattal foglalkoznak, de az élethez nem csak táplálékfalatra van szükség, hanem levegő, víz, hang és fény. Tehát, hogyha van mindenkinek a szobájában elegendő levegő, van egy pohár vize, és esetleg túl van a vacsorán, akkor kérek szépen mindenkit most megnyugodni, mert él. Az élethez a feltételek biztosítva vannak. Ennyire van szükségünk a túlélésre. Nos, ha ezekből hiányt szenvedünk, akkor sejtszaporulattal elkezdjük ezeket a falatokat megpróbálni megszerezni. És nyilván, hogyha a szájürettől a végbőrnyílásig valami történik, az valós táplálékról, vagy átvitt értelmi táplálékról, falatról szól. De a levegő falat és falak, és azzal bírjuk ki legrövidebb ideig, ezért a halálfélelmi konfliktus mindig tüdőszövet szaporulatot fog elindítani, tessenek megnézni az erről szóló webkonferenciát. De minden esetben itt sejtszaporítással kezdjük a programot, és az agytörzs irányítja ezeket a biológiai programokat. A narancs színnel jelzett középső csiralemez sejtjeit két idegi központ is irányítja. Itt látjuk alól a kis agyat, fölötte ezt a narancssárga kifliszerű idegi képződmény, pedig fehér állománynak nevezzük. A kis agy a valós vagy vélt támadás, a bemocskoltság és gondozási konfliktusokkal foglalkozik, ezzel külön webkonferencián foglalkoztunk. Az önleértékeléssel is egy külön webkonferencián foglalkoztunk, tessenek megnézni, nagyon részletesen elmondtuk, hogy az önleértékelés önpusztítás, és minden ilyen kisebb rendűségi érzés, megfelelési kényszer ebbe az idegi képletbe fog becsapódni, és a mozgással kapcsolatos szerveinket fogja bontogatni, és ugye a csont, az ízület, az izom, az izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokerek, és a kötőszövet, zsírszövet lesz érintve ebben, itt pedig mindig először sorvasztjuk a sejteket, és utána pedig visszaépítjük természetesen fájdalmak közepette. Az ektoderma, vagy külső csiralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, és ide tartozik az elválasztási konfliktus, amit ez a piros baba képvisel. Itt tartoznak a birtokkonfliktusok. Mindkettőről külön webkonferencián összefoglalót tartottunk. Az érzékszervek felől az idegingerület szintén az agyba érkezik. Innen indul el az akaratlagos mozgás, vagyis az agykéregnek nagyon komplex szerepe van, de a mai esti témához kötődik az is, hogy az agykéreg nem csak a sejtek sorvasztásával tud túlélő programokat elindítani, hanem a működés változtatásával is, hogy hogyan, azt meglátjuk a továbbiakban. Vagyis, ha össze akarjuk foglalni a Hameri iránytű alapján, hogy miről beszéltünk, akkor gyakorlatilag háromféle dolog történhet a szervezetünkben, bármiről is legyen szó, vagy sejteket szaporítok a konfliktus aktív szakaszban, de akkor azt a megoldási szakaszban le fogjuk bontani, mert nem tartunk el feleslegesen egyetlen sejtet sem. Vagy a konfliktus aktív szakaszban sejteket sorvasztok, de ezt akkor vissza fogom építeni a megoldási szakaszban, vagy működést változtatok a konfliktus aktív szakaszban, és ezt helyreállítom a megoldási szakaszban. Én úgy gondolom, hogy eddig ez teljesen egyszerű és érthető, és teljesen logikus folyamat, és az a gyönyörű ebben a
germán gyógytudományban, hogy ez logikus, nincsenek benne feltételezések. Nincs benne olyan, hogy egy esetén így lesz, másoknál úgy lesz. Nem, kérem szépen, ez mindenkinél ugyanígy történik már évmilliók óta. A negyedik biológiai természet törvényben Hammer doktor beigazolja számunkra, és mindenki számára, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, vagy mikrobák, azok nem az ellenségeink, ezek a csíralemezekhez kötötten segítenek nekünk a túlélésbe. Vagyis mondhatnánk azt, hogy nem vagyunk egyedül a gyógyulásunkban. Mert bizony, ha le kell bontani a felesleges sejteket, akkor jönnek és segítenek a gombák, vagy a gombabaktériumok, amely vissza kell építeni sejteket, akkor jönnek a baktériumok és a vírusok, és segítenek ebben. Vagyis, ha túlszaporodik bennünk valamilyen gomba, baktérium vagy vírus, az nem az ő jó kedvéből történik, hanem azért, mert mi nem oldottuk föl a érzelmileg azt a konfliktust, amelyben ezek a mikroorganizmusok segítenek nekünk a helyreállításban. Vagyis, ha valakinek gombás fertőzése van, akkor a programot kellene lezárni, és onnantól okafogyottá válna az egész. És a nagyon csodálatos az ötödik természet törvény, a megértés törvénye, a quintesszenciája az egésznek, és ha csak ennyit jegyezünk meg az öt biológiai természet törvényből, akkor legalább már nem esünk pánikba, mert minden, de minden a szervezetünkben a túlélésért, és ezen belül a faj fenntartásáért történik. Vagyis nincs rossz indulat. A DHS pillanatában már elindul a túlélésem, mint mondtam, az konfliktus aktív szakaszban kapok egy biológiai segítséget arra, amit érzelmileg nem tudtam feloldani. És a három csiralemezhez kötötten semmi nem történik értelmetlenül bennünk, minden egyszerű, logikus, csak éppenséggel, egy más gondolkodással kellene megközelíteni mindazt, amit eddig esetleg nem értettünk meg a medicinában. És akkor nézzük meg, hogy ezek az ideggyulladások, neuritis, ugye, latin szóval, vagy neuromielitis, mert már akkor a velőhüve is érintett, az idegbántalmaknak az okai. Ugye, hogyha a perifériás idegek károsodását nézzük, azt neuropátiának nevezzük, és ha több ideg károsodik egyszerre, az már polineuropátia lesz. És itt jön be az, hogy nem minden polineuropátia érzelmi megrázkódtatás következménye. Nem mindegyik tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. Mert, mint mondtuk, a mérgezések, a fizikai tényezők, a hiánybetegségek nem tartoznak ide. És itt van az első történet, ugye kémiai bántalom, kemoterápia. Vagy fizikai bántalom, sugárkezelés. Vagy éppenséggel trauma, tehát baleset, vagy egy idegbecsípődés, és ez már, emögött már van germán gyógytudomány, hogy egy idegbecsípődés hogyan jöhet létre, ezekről már volt szó, de ismétlésként ma ismét elmondjuk. Vannak másodlagosan megjelenő, hát idegi fájdalmak, mindenki hallott már a herpeszes idegi fájdalomról, ami hetekig, hónapokig is eltarthat. És ugye nem csak herpeszben, hanem minden olyan folyamatban, nevezük ezt leprának, ami az írha, a felesleges írhasejtek lebontását jelenti, abban a genyben azért a szabad idegvégződések, amik a fájdalomérző receptoraink biztos, hogy nem érzik jól magukat, tehát ha a szabad idegvégződések, a fájdalomérző receptorok környezete megváltozik, mert éppen ott fut egy biológiai program, akkor természetesen, hogy ezt jelezni fogják számunkra. Az anyagcsere felborulását követően is fellépnek idegfájdalmak, és ez tényleg így van, hogy a cukorbetegségben, a nem kezelt cukorbetegségben, az túlzott alkoholfogyasztásban ezek a polineuropátiák megjelennek, de megjelennek hiánybetegségekben is. B1, B12 vitamin hiányba, vagy B6 vitamin feleslegben, és akkor is idegfájdalmak lesznek, és elérkeztünk a végén oda, ami már a germán gyógytudománynak a tárgyköre, ugye
a tudományos táblázat funkció változásához kapcsolódó programok, és ismétlésként ismét bemutatjuk Hammer doktor táblázatát. Ugye összefoglaltuk már a falat konfliktusokat, van webkonferencia róla, vélt vagy valós támadások, a kisagyi programok, önleértékelésről szóló programok, az elválasztási konfliktusok és a birtok konfliktusok, és maradt ez a pici rész itt alól a táblázat alján, ugye ez a működésváltozás, funkcióváltozás, amikor nem építünk sejtet, nem bontunk sejtet, de megváltozik valaminek a működése. Mik tartoznak ide? Hammer doktor tudományos táblázatában ide tartozik a thalamus konfliktus. Ez annyira, de annyira ritka, hogy még amióta én ezzel foglalkozom, külön nem is találkoztunk ilyen történettel. A Bárcsak meghaltam volna című program az mindig egy nagyon súlyos vegetatív változást indít el. Beszéltünk ugye a cukorbetegségről, vagy a diabetes mellitusról, és ugye arról van szó, hogy az idegi parancsra a Langerhans szigetek béta sejtjeiből az inzulin nem fog kijutni a keringésbe egy ellenszegődési konfliktus következtében, pontosan azért, hogy legyen elegendő cukrunk ahhoz, hogy tudjunk ellenszegülni, mert ugye az ellenszegüléshez azért több energia kell, mint a fotelben való üldögéléshez. Beszéltünk az izmok programjai kapcsán már a motorikus bénulásról, szklerózis multiplexről, néhány gondolat erejéig erről is majd megemlékezünk, arcizom bénulásról, és itt, ha valakit érdekel, akkor az agyvérzésről szóló webkonferencia anyagot megnézheti. A szaglás története is működés, a szaglás kiesése, vagy éppenséggel az ízérzés kiesése is a működés változással történik meg. A hallás egyensúlyérzésnél sincsen sejtek lebontása, visszaépítése, a működés változás következménye, hogy bizonyos frekvenciát nem fogok hallani, vagy adott körülmények között megszédít a biológiám, vajon miért? Pontosan azért, hogy kapaszkodjak, mert olyan körülmények közé kerültem, amelyek között én már egyszer elestem, de átvitt értelemben minden olyan esetben, amikor én bizonytalanságot élek meg, amit lefordíthatok úgy, hogy úgy éltem meg, hogy kiúzták a talajt a lábam alól, most ezek a történetek is beindítják a szédülés érzést. A látóképesség csökkenéséről éppen 2 hete volt webkonferenciánk, nagyon részletesen belementünk a retina és üvegtest programokba, ebben most nem fogunk belemenni, és a csonthártya programról is rengeteget beszéltünk, akár a My Student and Meekhen című webkonferencia anyagban, akár pedig a csontokról vagy ízületekről szóló részben. Nos, az idegrendszerről kell egy nagyon áttekinthető, egyszerű képet adjak ahhoz, hogy lássuk, hogy mi is az, hogy működés, és hogyan jöhet létre a működésváltozás. Érzem, a kedvenc témám pontosan ez az idegrendszer, mert én annak idején azért iratkoztam be, illetve felvételiztem orvosi egyetemre, mert az érdekelt, hogy de hogyan működik az a bizonyos ember. És ugye azt már, akik tanfolyamon voltak, tudják jól, hogy mindig a külső inger hatására fogunk mi egy biológiai választ létrehozni. Nem unalmunkban, hanem mindig egy külső inger hatására. Na most vannak külső és belső ingerek is természetesen, amelyeket a receptorok lefordítanak ideg ingerületre, és ezek lesznek azok az impulzusok, amik eljutnak az agyba. A központi idegrendszerhez az agyvelő és a gerincvelő tartozik. És amikor a megfelelő parancs létrejött, hogy üss vagy fuss, ugye, ha már leegyszerűsítjük a történetet, akkor a gerincvelő közvetítésével a mozgató idegsejtek, neuronok elszállítják a megfelelő idegimpulzust a megfelelő helyre. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy futni tudjak, ahhoz nem csak a szomatikus rendszer és a vázizomzat kell megkapja
az összehúzódáshoz a parancsot, hanem az autonóm idegrendszer vagy vegetatív idegrendszer is megkapja a parancsot, hogy már pedig most az izmoknál az ereket tágítani kell, viszont a belegben szűkíteni kell. És a két része az autonóm idegrendszernek, a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer lesz az a két végpont, ami a szabályozást lehetővé teszi zsigeri szinten is. És hát ide jönnek meg a simaizmok, szívizmok, mirigyek, ezekre való hatás. Tehát ez egy nagyon leegyszerűsített vázlata arra, hogy megértsük, hogy egyáltalán hogyan történik a szabályozás. Megértsük, hogy a szabályozásban hogyan tudunk belenyúlni. És ha vegetatív vagy autonóm idegrendszerről beszéltünk, akkor hoztam egy képet erről is, hogy gyakorlatilag mindig elmondjuk, hogy van vagotónia, meg van szimpatikotónia. Lássuk most akkor képen, hogy ez hogyan is hat. A vágusz, vagyis a bolygóideg ágait látjuk itt, hogy a szerveket beidegzi, illetve a szimpatikus dúcláncnak az idegeit látjuk, hogy azok is ugyanazokat a belső szerveket beidegzi. És ezek a szimpatikus dúcláncnak, ezek a ganglionjai, idegdúcai is bizonyos neuronokból, idegsejtekből és gliasejtekből állnak, ezekre már kitérünk, de azt hiszem, hogy így képileg akkor már láthatjuk, hogy nem is olyan egyszerű ez a történet, mint ahogy gondoljuk, de milyen nagyszerű, hogy ezen nem kell gondolkodjunk. Nekünk az a dolgunk, hogy meneküljünk, ha futni kell, és mindent az autonóm vagy vegetatív idegrendszer beállít, csak úgy magától a pulzusszámot, a vérnyomást, a légzésszámot, az ereknek a megfelelő tágulását, szűkülését, a hörgők tágulását, ez mind-mind magától megtörténik. Én azt gondolom, hogy megnyugodhatnánk, hogy tökéletesen vagyunk megtervezve és megszervezve. Tehát, hogyha meg lenne a belső békén, akkor ez az egész rendszer tökéletesen és harmonikusan tudna működni. Bizonyos határok között még lehet ingerelni, lehet ezt ugye idegesíteni, lenyugtatni ezt az egész rendszert, de a probléma mindig akkor van, mikor benne ragadok a konfliktusba. Ugye ezt mondtam az első biológiai természettörvény kapcsán is, hogy ez a nagy probléma. Most nézzük az építő elemeit az idegrendszernek, ugye azt úgy hívjuk, hogy idegsejt vagy neuron. Itt láttunk egy olyan neuront, ami gerincvelőből származik, és van neki ugye sejt, teste benne, ott látjuk a sejtmagot, ennek a sejttestnek vannak nyúlványai. Ezek a nyúlványok, ezek a rövidke nyúlványok, a dendritek, ez mindig az idegingerület a másik sejtről mindig ide érkezik, és van egyetlen elvezető vastag, mondjam azt, hogy kábel, az axon, aminek látjuk, hogy vannak befűződései, ezek a Ranvier-féle befűződések, és mielin sejtek, vagyis velősejtek burkolják, ezek a Schwann-féle sejtek, és láthatjuk ezen az oldalsó képen, hogy az axonon, vagyis ezen az idegnyúlványon indul el a depolarizációs hullám, és az az elektromos hullám, ami elérkezik a szinapszisokhoz, itt van oldalt kinagyítva, és így adódik át az idegingerület a következő hát, neuronnak vagy idegsejtnek. Nos, akkor az előbb ugye két dologról is beszéltem, ezek szerint kiderül, hogy van elektromos vezetés ugye, az axonon és a dendriten, és van vegyi vezetés a szinapszisokon belül. A szinapszisoknak a lényege, ezt 1887-ben írták le először Sherrington és Forbes az élettani tankönyvükbe. A lényege az lenne, hogy két idegsejt közti kapcsolat az, amit szinapszisnak nevezünk, és hát beszélhetünk tehát kémiai ingerület átvitelről, és beszélhetünk elektromos ingerület átvitelről. A központi idegrendszerben két idegsejt között történik meg az ingerület átadás, ez természetes, de kint a periférián
ez az ingerület átadás megtörténik az idegsejtről az izomsejtre, a mirigysejtre és az érzősejtre. Ezekben a szinapszisokban, amint mondtam, olyan kémiai anyagok szabadulnak fel, amelyek a következő idegsejtre, vagy említett szervre, vagy serkentő, vagy gátló hatással bírnak. A serkentő hatással a szerotonin, noradrenalin, acetilkolin és hisztamin hat, gátló hatással a gamma-aminovajsav, a gamma-aminovajsav, a glicin és a nanofehérjék hatnak. Nem akarok belemenni részletesen ezeknek a szinapszisoknak a taglalásába, csak azért említek meg néhány alapdolgot, hogy lássuk, hogy nem olyan egyszerű ez, mint egy villanydrótot a falból kicserélni. Ez sokkal összetettebb és bonyolultabb. Ugyanakkor láthatjuk, hogy ennek az axonnak az összetétele nem csak az idegi, vagyis az elektromos impulzusokat vezető kábelből állnak, hanem vannak a szigetelésé, itt most kék színnel jelölve, amit a mielin hüvelynek nevezünk, de van még körülötte kötőszövet, valamint erek is vannak körülötte, ennek is majd a részletezésébe egy fólia erejéig bele mélyedünk. Az idegrendszert nem csak idegsejtek, neuronok, hanem gliasejtek is építik. A különbség köztük az ingerlékenységben van, ugye az idegsejt ingerelhető, és azt az ingerületet továbbadja, a gliasejtek nem ingerlékenyek, ezeknek teljesen más szerepük van az idegrendszerben. A nyúlványok szerint nézzük meg, akkor van unipoláris, bipoláris, multipoláris, tehát egy-kettő vagy több nyúlványú idegsejt, a működés szerint van érzőmozgató, illetve interneuron, tehát még mindig az idegsejtről beszélek. A vegetatív idegrendszernek a dúcaiban, ugye ez már a periférián van, a ganglionokban, amit mutattam, ott is vannak érzőmozgató, működést ellátó idegsejtek, és a központi idegrendszer neuronjai között ugye vannak a nem ingerlékeny sejtek, ez a neuroglia vagy glia. A gliasejt általában az ideg szövetnek az 50%-át teszi ki, és nagyon különböző méretű és funkciót betöltő sejtek vannak itten. Látjuk, hogy az asztrocita, oligodendrocita, az ektodermális eredetű, a mikroglia és az ependima azok más, tehát a mikroglia mezodermális, az ependima endodermális eredetű, és ugye aki már jártas egy kicsit a germán gyógytudományban, már is tudja, hogy a különböző csiralemezekből való eredetnek milyen következményei lesznek. Muszáj beszélnem nagyon röviden, vázlatosan ezekről a gliasejtekről, hogy megértsük, hogy hogyan is történik meg a működésváltozás. Az asztrocitákról annyit kell tudni, hogy ezek egy hálózatot képeznek az központi idegrendszerben, tehát asztrocitát csak a koponyán belül fogunk találni, és ebben a hálózatban két típusú asztrocita fordul elő. A szürke állományban fogjuk megtalálni a plazmás asztrocitákat, a rostos asztrocitákat pedig a fehér állományban. Ugye azt tudnunk kell, hogy ahol az ideg sejt teste nagy mennyiségben fordul elő, és ez az agykéreg, ez a szürke állomány. Innen ugye elindulnak a rostok, az ideg rostok, ez pedig lesz a fehér állománynak a megnevezése, de természetes, hogy az anatómiailag fehér állománynak nevezett idegi részben is vannak szürke állományú magvak. Hogy ne bonyolítsuk el ennyire, tehát vannak az asztrociták, amelyek segítenek mind az idegsejt testének, mind az idegsejt rostjának a fenntartásába. Amint látjuk, ezek közöttük haladnak ezek a hálózatos gliasejtek, az asztrociták, és együttesen létrehoznak egy gyűrűt a
hajszálerek körül, és így vesz részt a táplálásában az idegsejteknek. Létrehozzák az agykamráknak a rendszerét, az agygerincvelői folyadék ebben található, és a véragját alkotó része is lesz az asztrocita. Az asztrocita nyúlványa egészen a pókhálóhártyától az agykamrák alapjáig, az ependimas sejtek alapjáig nyúlik, ez természetes, nem a laikus közönség számára elhangzott mondat, ezt a kollégáknak fontos információ, de nyilvánvaló, aki ebben a témában otthon van, annak semmi újat nem tudok mondani. A gliasejtekből, tehát itt látjuk az asztrocitákat ezen a képen, és látjuk, hogy az erek környezetében van, és éppenséggel az a feladata, hogy táplálja és megtartsa az idegsejtet. Itt vannak az oligodendrociták is, amelyeknek már a velőhüvelyeknek a fenntartásában van részük, és megnövelik az axonokon az ingerület vezetés sebességét, tehát akkor működést fokozó hatása van. Itt találjuk a mikrogliát, láthatjuk, ezek úgy nyugiban vannak, inaktívak, de felszaporodnak akkor, amikor úgymond az idegszövet károsodik. Mikor is károsodik? Amikor működésgátlás lép föl, ezt mi ugye károsodásnak nevezzük a medicinában, és ilyenkor felszaporodik a számuk, tehát nyilvánvaló, hogy a mikrogliának nagy szerepe van ebben a folyamatban. És az ependima sejtekről már hallottunk a más studenten Méhen kapcsán is, és esetbemutatás kapcsán, amikor az ependimómáról beszéltem, ugye, a tobozmiridnek a történetében, és akkor is megbeszéltük, hogy ezek endodermális sejtek, hiszen agygerincvelői folyadékot termelnek, és ugyanakkor felszívó működésük is van. Ezt ott részleteztük. A központi idegrendszer sejtjei között van egy természetesen egy sejt közötti állomány, vagy extracelluláris tér, vagyis ezek az idegsejtek és gliasejtek és véverecskék, hajszálerek nem csak úgy lógnak a levegőbe, hanem kitölti őket egy szövetfolyadék, ezt az egészet, és természetesen, hogy ez a tér fogja biztosítani mind az ionoknak, mind a molekuláknak a kicserélődését a vér, az idegsejtek és a gliasejtek között. A hajszálereknek, az agyi szövetben levő hajszálereknek a bélése, belhártyája, az teljesen más szerkezetű, mint mondjuk a vese vagy a tüdő szintjén. Itt bizonyos anyagok számára átjárhatatlan marad ez a hajszálér endotér sejtjeinek a sejthártyája, és ezt nevezzük vér-agy-gátnak. Az ideggyulladásokat és a neuritiszeket most már, ha gorcső alá vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy három helyen alakulhat ki a károsodás. Az egyik természetesen magában az idegrendszerben fellépő működészavar, vagy éppenséggel a továbbító struktúra, tehát a kábelekben, hogy így mondjam, fellépő bántalom, az idegrostok bántalma, de lehet probléma az érzékelésért felelős receptoroknak, struktúráknak a károsodása miatt is felléphetnek ilyen dolgok. Az agyban tehát az idegsejtek működés változását a gliasejtek tevékenysége befolyásolja, és az asztrociták képesek korlátozni a neurotranszmittereknek a hatását, vagyis amiről már beszéltem az imént, amik a szinapszisban az ingerületnek a továbbadását, vagy annak gátlását képesek elvégezni. Ez volt tehát a kémiai szinapszis, amiről szóltam. És ugye itt a glutaminsav, gamma, aminó, valsav és glikogénről van szó. A glikogén tárolásnak az a lényege, hogy energiát
fognak biztosítani az idegsejteknek. Ne felejtjük, hogy az idegsejtek cukorral működnek, és nagyon érzékenyek az alacsony vércukorszintre, ezért annyira fontos a vércukorszint idegi szabályozása. Aztán ezek az asztrociták képesek az elpusztult idegsejtek helyét kitölteni, és nyilvánvaló, hogyha a szaporodásuk ez nagy mértéket fog ölteni, akkor ennek meg lesznek a következményei, de regenerálják is, tehát újra képezik azokat az anyagokat, amelyekből az idegsejteket helyre lehet hozni, illetve hát az elpusztult idegsejteket eltakarítják. Gátolják azoknak az immunsejteknek a bejutását az idegszövetekbe, amelyeknek ott éppen nincsen dolguk, és részt vesznek a véragygátnak a szerkezetében. A mikroglia felszaporodása pedig, amint az előbb már említettem, az idegsejt működését fogja gátolni. Ha azt nézzük meg, hogy mi van a periférián, ugye, mert ez, amiről beszéltem, ez bent az agyban, a központi idegrendszerben volt, ha megnézzük, hogy mi van a periférián, ugye ott is érző mozgató rostok vannak, az érző rostok károsodása következtében ugye úgynevezett kesztyű és harisnya tünetek jelennek meg, amint ez a kép is itt ábrázolja számunkra, vagyis a végeken jelennek meg, kezeken, lábakon, alszárakon a zsibbadás, a hangyamászás, fájdalom, hidegérzet, stb. És természetes, hogy ilyenkor a Schwann-hüvely, tehát a perifériás idegnek a burkolata lesz érintett ebben a folyamatban. A zsibbadásról ugye már tudjuk, hogy hangyamászás érzésként is leírhatjuk, minden elválasztási konfliktusnak a konfliktus aktív szakaszában jelentkezik. A hidegérzet az, amikor el akarok választódni, konfliktust élem meg, és ezt adott esetben Raynaud-szindrómának is nevezik, ez is konfliktus aktív szakaszról szól. A fájdalom az ugye különböző féle fajta lehet, amikor tompa, majd feszítő fájdalmat érzünk, az a csontok részéről érkező fájdalom. A görcsös fájdalom az természetes mindig az izom részéről érkezik. Amikor meg villámló fájdalmat érzünk a bőrünkbe, ez azt jelenti, hogy az elválasztási konfliktusnak a megoldást követő szakaszában vagyunk. De ha hasogató, égő fájdalmunk van, akkor konfliktus aktív szakaszban vagyunk, és csonthártya programot kellene megoldanunk. Összefoglaljuk, hogy a dolgok hogyan is történnek a szervezetünkben, akkor ugye a külső inger lesz az mindig, ami az érzékelő sejtek közvetítésével bejut az agyba, itt feldolgozza az agy a kapott információt, és megfelelő választ fog kiadni, ami a perifériára kijut. Most van a hőfájdalom tapintás érzőpályánk, de van külön a hang, az íz, az illat, a szag, az egyensúly. Ezek az érzetek, ezek mind az agyba érkeznek, és nyilván, hogy innen elindul a parancs, ami vagy egy mozdulat lesz, hogy üss vagy fuss, vagy a mozdulatnak a blokkolása, ez már bénulásként jelentkezik, vagy kialakul egy bizonyos érzet, vagy blokkolva lesz egy bizonyos érzet, és mindez az idegsejtek működésének befolyásolásával történik. De az a lényeg, hogy túl erős és túl sokáig fennálló inger esetén lépnek fel ezek a tartós változások. Itt látjuk a spinocerebrális pályát, vagyis azt az egyszerű három neuronból álló idegi pályát, ami azt jelenti, hogy a hő, a fájdalom, tapintás érzet például, itt vannak a receptorok, látjuk itt a szabad idegvégződéseket, ezek a gerincvelőbe érkezve feljutnak az agyba az elsődleges érzékelő kérgi részbe. És itt látjuk szeletelve az első neuronnak
a történetét, aztán a második neuronnak, ami feljön a thalamusba, és onnan pedig a harmadik neuronnak. Tehát ez maga az idegpálya, hogy lássuk, hogy ezek a pályák hol sérülhetnek, és hogyan történhet meg az, amit mi neuropátiáknak fogunk nevezni. Ahhoz, hogy neuropátiáról beszéljek, azért kéne tudjam, hogy miről is van szó valójában. Ammer doktor könyvében, a tudományos táblázatban kapunk egy értelmes biológiai programról leírást, mégpedig azt, amikor az érintkezés konfliktust éljük meg, de úgy, hogy nagyon is kellemetlennek érezzük ezt az érintkezést, mondjam azt, hogy fájdalmas érintkezésről, mondjuk úgy, hogy verésről van szó, vagy félelem az ütéstől. Nos, ilyenkor, hogy tompítsuk a fájdalomnak az érzését, konfliktus aktív szakaszban elszaporodnak ezek az úgynevezett neurofibrómák, és gátolni fogják a fájdalom érzetnek a tovaterjedését, de a tapintás és a hőérzés megmarad. És a megoldási szakaszban vagy lebomlik ez a bizonyos felesleges sejtréteg, vagy pedig, és akkor ezt úgy hívjuk, hogy kársadaganat, vagy pedig megmaradnak, és hát a közérzetet nem fogják zavarni attól, hogy ott van. Természetesen, hogy ha tele lesz a hátunk, vagy éppenséggel a karunknak a külső része, ugye, mert ott védekezek, tele lesz úgynevezett zsírcsomókkal, az nem biztos, hogy tetszeni fog nekünk. Ezt neurofibromatózisnak is nevezi a medicina, és Hammer doktor felhívja a figyelmet, hogy itt egy nagyon érdekes kivételről van szó. Ugye a neurofibromák a konfliktus aktív szakaszban növekednek, és ez lesz az, ami fogja az ingerület továbbítást gátolni, tompítani, és a megoldási szakaszban lesz a lebontásuk. De különbséget kell tegyünk a neurofibrómák és a perifériás gliómák között, mert a gliasejtek pedig pont fordítva működnek. A támadási konfliktusoknál erről részletesen szóltam. A bőr nem véletlenül kerül ide, már az ektodermánál, az elválasztási konfliktusoknál beszéltem, hogy konfliktus aktív szakaszban ugye érzéketlenség lép fel, de miért is? És itt van a lényeg, mert a receptor érintett lesz a felhám sorvadásával együtt. Tehát ebből a szempontból csupán ezért említem meg itt a működés változásnál, mert ugye sejt mínusz, sejt sorvadás lép fel a felhámban, de az érzéketlenség kialakulása az már egy működésváltozáshoz tartozó rész. Nyilván a megoldási szakaszban fokozott működés fog föllépni. Az arcideg zsábáról is szó volt, vagy faciál parézis, és ez a program a bolondot csináltak belőlem, vagy úgy érzem, hogy én csináltam magamból bolondot, vagyis megszégyenültem, és kialakul az arcideg zsába. Ez azt jelenti, hogy a parézis, vagyis az adott izomzatnak a bénulása miatt az érintett oldal nem tud összehúzódni, az ellenoldalon viszont jól működnek az izmok, tehát áthúzza az arcot a túloldalra. Tehát itt, ha egy jobbkezes hölgyről van szó, és mondjuk a gyermeke tett valami olyat, amit úgy élt meg, hogy hülyét csinált belőlem a gyermekem, vagy megszégyenültem, akkor a baloldali arc izomzat fog átmenetileg lebénulni, nyilván érzéscsökkenés is fellép ebben az esetben. Csak az a problémánk, hogy amikor itt benézzük a tükörbe, akkor tényleg úgy éljük meg, hogy na most tényleg hülyét csináltam magamból, vagyis a következmény konfliktus következtében lép fel a függő gyógyulás, és lesz belőle trigeminus neuralgia, vagyis megmarad a trigeminusnak a fájdalma a megoldási szakaszban, mert ugye függő gyógyulásban beszélünk.
És a megoldási szakasz az a rész, ahol itt a fájdalom fölép. A hallás egyensúly webkonferenciában beszéltem akusztikus neurinómáról, illetve neurofibromatózisról, amikor bántó hang elleni védelemként a halló idegnek a védelmében alakul ki ez a gliasejt burjánzás a halló idege. Ugyan így fog kialakulni a szaglásnak is az elvesztése átmenetileg, amikor valami elviselhetetlen szag vagy bűz környezetben vagyunk, természetesen átvitt értelemben, ha valamit nagyon, de nagyon ki szeretnék szimatolni, mert nagyon gyanús nekem valami, akkor nem csak az orr nyálkahártyája lesz érintve, hanem maga a szaglás elvesztése is kialakul, és természetes a megoldással a szaglás is visszatér. Mi van az ízlése, az ízérzéssel? Hát itt találtam két ilyen nagyon aranyos arcot, mert remélem kifejezi, hogy egyik gyereknek se tetszik az, amit le akarnak dugni a torkán. Valahogy nem ízlik neki, ami éppen a kanálban van, és hát ha kellemetlen ízt akarjuk kiiktatni, akkor erre is képesek vagyunk. Az ízérzésnek a térképét láthatjuk itt ezen a nyelvtérképen, tehát tudjuk, hogy hátul van a keserű, két oldalt van a savanyú, elől pedig a sós és az édes érzékelése. Tehát csodálatosan vagyunk összerakva, és a kellemetlen dolgok kiiktatását tehát mindig az ideg működés változtatásával fogjuk elérni. A látóidegről beszéltem két hete a szem és látással kapcsolatos webkonferencia anyagban. A retinából, a retina sejtjeiből jön létre a látóideg, és a látóidegnek az a szakasz, ami még belül van a szemgödrön, és ezt hívjuk ugye a nervus opticusnak a retrobulbáris szakaszának. Na, ennek a gyulladása fog fellépni abban az esetben, amikor nagyon erősen és nagyon hosszan tartó félelmet élünk meg attól, amit látok, vagy nem tudok megszabadulni egy látványtól. Gyakorlatilag újra meg újra a képet felidézem, mert mint egy megbevonázott engem egy félelmetes dolog, és ha beúgyom a szememet is, azt a félelmetes dolgot látom, nos, akkor ez a megoldott, súlyos, vizuális elválasztási konfliktus lesz az, ami elindítja ezt a neuritiszt, vagyis az ideggyulladását a megoldásban, mondtam, mindig a túlzott, erősségű és hosszú ideig fennálló konfliktusok azok, amelyek már az idegpályát is képesek megzavarni. És ilyenkor a nagyfokú látásvesztés fog fellépni átmenetileg, és mivel minden a retina mögött zajlik, ezért van az, hogy a beteg sem lát semmit, és a jellemző módon az orvos sem lát semmit a szemfenék vizsgálattal. Ha ez az egész függő gyógyulásba megy át, akkor, tehát vagyis túl gyakran ismétlődik a konfliktus, akkor fog kialakulni a látóidegnek az elsorvadása, atrofia nervi opticé. Kísérő tünetként, mivel a látóideg ugye az koponya alapon van, és az agyburok meningeoma, az agyburok borítja be, a meningeoma akkor fog kialakulni a látóideg mentén, ha a neuritis is kialakul, de ez is magától megszűnne, ha a programot megoldanánk. Sajnos volt olyan esettörténet, ahol a meningeoma műtéte féloldali vaksághoz vezetett. Eljutottunk a mozgászavarokhoz, ugye
itt is működésváltozás lép fel, hiszen adott esetben ugye az izmunk nem fog megmozdulni. Az izomnak kettős beidegzése van, az izom táplálását az agy velőből érkező relék biztosítják, tehát az önleértékelés az egy folyamatos sorvadást fog beindítani, ez lesz az amiotrófiás laterászklerózis. A mozgás gátlását pedig többféleképpen is megélhetjük, ha folyamatos a mozgás gátlása, akkor szklerózis multiplex, vagy valamilyen izombénulás lép fel. Ha állandó mozgászavar lép fel, ez azt jelenti, hogy függőgyógyulásban elakadt a program, Parkinson-kor, chorea minor, a visszatérő mozgászavaroknál viszont policiklikus lefolyásról van szó, a mozgászavarokról szóló webkonferencia anyagban ezt mind részleteztük. Ugye a mozgásnak a központját látjuk itt kék színnel Hammer doktor könyvéből, mögötte van a szenzoros, vagyis a labhám, az kültakaró séma szerint működő labhámnak a reléje. A probléma csak az, amikor valami lebénul a szervezetünkben már, mint izomzat, hogy a motoros idegközpontból nem kerül már ki több mozgató ingerület. Nem megy kifelé semmilyen jel, le van blokkolva, mert azt éltem meg, mintha meg lennék babonázva félelem. És ez a helyzet az, amikor a félelem vagy megbénít, vagy megtanít igazán élni. Igen, de a biológiában vagy megbénít, vagy elfutok. Tehát itt van az üs vagy fusnak az egyik megoldása, amikor halottnak tettettem magam, akkor nyilvánvaló azért, mert megbabonázott a félelem, és képtelen vagyok egy mozdulatot is elvégezni. A félelem teljesen leblokkol. Amikor képtelen vagyok elmenekülni, kitérni valami elől, valaki elől, nem tudok tovább lépni. Na most nyilvánvaló, hogy ez az érzés a függő konfliktus aktivitás miatt gátolja, blokkolja a mozdulatot, és amíg nincs megoldva a konfliktus, addig a mozdulat se fog helyreállni, de ezzel együtt létrejön már az önleértékelés is, aminek a becsapódását az agyvelői szinten fogjuk megtalálni, ismerjük ezt az agyi térképet és Hammer doktor könyvéből. Ugyanakkor szeretném, ha ezt nem is látnák, hogyha észre se vennék, hogy én már béna vagyok, és nem úgy járok, mint a többiek, és ezért ennyire összetett a motorikus konfliktusoknak a megoldása, mert mind a szenzibilitási zavarokat, mind az önleértékelést, mint pedig a mozgás blokkolását meg kell oldani, hogy helyre jöjjön. Egy gondolatot engedj meg ebbe a témába, és akkor úgy látom, hogy már megint csak jó képnél állítottalak meg. Ugye a szklerózis multiplexnek vannak árnyalatai is. Vannak. És különböző megnyilvánulási formái. Van egy olyan helyzet, amikor a beteg nem oda lép, mint ahova ő szeretne. Tehát a járása is átalakul, bizonytalanná válik, és ez a kacsázó járás nagyon sokszor teljesen félre van értve, és azt gondolják az ilyen esetben, hogy az illető az éppen valamilyen szerv hatása alatt van, általában azt gondolják, hogy alkohol problémákkal küzd, mert kacsázó, indulgó, bizonytalan járásról beszélünk, és persze ennek is megvan a maga háttere, és látom, hogy ezt szeretnéd elmondani. Arról van szó, hogy pont ez magyarázza, hogy szeretném, ha észre se vennék, hogy én nem úgy megyek, mint a többiek, és ez okozza a harmadik konfliktust, ugye az elválasztási konfliktust is. Pont ezt akartam elmondani. A számból vetett ki a szót. Ráadásul van egy másik árnyalata is ennek, azért nagyon kellemetlen egy butot elővenni. Tehát azt gondolom, hogy az első találkozás egy ilyen segédeszközzel az nem egy felemelő élmény. És itt a habitusunktól függ az, hogy mennyire tudunk ezzel a helyzettel megbarátkozni. Előkerülnek az esernyők, a görbenyelő
hosszú szárú esernyők, amikre lehet támaszkodni. Tehát tudjuk, ennek a vége ez egy fém, ami kicsúszik, és akkor megint hülye helyzetekbe kerülünk. Ezt sem szeretnénk, ha mások észrevennék. Nekem is több ilyen esernyőm van a lakásban még mindig, aminek nagyon nagy hasznát vettem. Mindenféle technikát, trükköt alkalmaztam arra, hogy hogyan lehet az esernyő végét úgy stabilra és fixre átalakítani, hogy az kellő támasztékot adjon. Aztán az első görbebot, vagy az első mankó, vagy valamilyen segédeszköz megjelenése is egy nagyon kellemetlen, szégyenteljes érzést jelent. És amikor mindez elindul, megjelenik a következmény konfliktus, mert képtelen vagyok valamit kivédeni, elhárítani, és ettől még képtelenebb leszek. Hát magát a helyzetet, az úgynevezett betegség lefolyását sem tudom elhárítani. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert ez egy értelmes biológiai külön program. Pontosan a prognózisok, a jóslatok azok, amelyek a legtovább fenntartják ezeket, mert ugye azt lehet a szklerózis multiplexről tudni, hogy ez egy olyan történet, amit lehetne akár Szeresd Magad programra is átalakítani. Ó, de jó ötlet, Szeresd Magad program. Jól hangzik. Hiszen mennyivel jobban hangzana ez a megnevezés, mint valami olyan, ami több oldalú, több komponens ezért is nevezik talán így. De ha csak belegondolunk abban, hogy hány olyan helyzet van, amitől nem tudunk kitérni, elhárítani, és itt gondolok itt magánéleti problémákra, konfliktusokra, párkapcsolatok szétmenésére, teljes anyagi csődre, valami olyan testi vagy lelki sérelemre, ami gyakorlatilag bármi lehet, egy kiadós megveréstől kezdve egy támadás konfliktust, amit nem tudok kivédeni, mert többen vannak, túlerőben vannak, öten jöttek rám is, és nem tudom elhárítani, kivédeni, elfutni, elszaladni, sarkam ráállni, semmit nem tudok tenni, ez a teljes tehetetlenség állapota, amiben nagyon kellemetlen élményként inkább az élettől is menekülnék, mert ennél még a Halál is jobb című nagylemezt futtatjuk. Igen, ez a halottnak tettetésnek a biológiai csodája. Vannak egyéb helyzetek, amiből nem tudjuk, hogy ki vagy be kellene lépni egy helyzeten, és nekem volt egy kedvenc hasonlatom, hogy állok egy ajtóba, csak nem tudom, hogy ki akarok menni, vagy be akarom csukni magam mögött. Húha! Ez nagyon jó. Ez az élmény, ez nagyon jó hasonlat, nagyon de jó hasonlat. Egy pokoli helyzetet fed. És ez szerintem nagyon sok ember hirtelen felismerte. Ahogy a kincs a kezünkben, csak nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a helyzettel. Nagyon sokszor a történetben ott rejlik a szabadság, a szabadulás, a gyógyulás reménye, esélye, lehetősége, szinte tárcán kínálja magát, de mi nem veszük ezt észre. Én bocsánat, de ebben is látom a felszabadulás lehetőségét, mert végre egy ilyen diagnózis, és pontosan tudom, miről beszélek, mert nem általában beszélek egy betegségről, hanem arról, amit saját tapasztalatként ismerek, ez egy lehetőséget is nyújt arra, hogy átgondoljuk az életünket, hogy mondjuk megtanuljuk megbecsülni a hétköznap apró lépéseit. Azokat a kicsi lépéseket, amiket napról napra tudunk önmagunkért tenni. Hogy ne azt vegyük észre, hogy honnan nem tudunk elmenekülni, honnan nem tudunk elmenni, mit nem tudunk elhárítani, miben nem tudunk megkapaszkodni, mit nem tudunk kivédeni, mi az, ami elől nem tudunk kitérni, mi az, amiben mi akadályoztatva vagyunk, melyek azok az élethelyzetek, amiben már azt sem tudjuk, hogy merre menjünk, hogy kimenjünk egy helyzetből, vagy benne maradjunk. Hát ezek a helyzetek,
Vajon miért alakultak így ki? Mert nagyon sokáig nem voltam képes dönteni. Nagyon Igen. sokáig hagytam magam ebben a történetben benne ragadni. Nagyon sokáig éltem valami elmúlt esemény hatása alatt. Kissé ahhoz tudnám hasonlítani, és mindenkit megkövetek, akit mutatok ezzel a témával. De láttak-e már moziban önök egy rossz filmet? De egy olyan pocsék csapnivaló filmet, amiért Igen. még a jegyárát is sajnálták, és az ott eltöltött időt. Igen. Valószínű láttak már ilyet. Hányszor lennének képesek erre a filmre beülni? Hogy újra megnézzék. Hogy újra megnézzék. Hányszor lehet egy ilyet végignézni? Azt gondolom, hogy az esetek többségében az önök válaszai azok, hogy hát felállok és hazamegyek. És akkor miért nem tesszük meg mindezt az életünkben, amikor egy pokoli helyzetben vagyunk? Miért nem vennénk észre, vagy mit nem veszünk észre? Miért kerülünk folyamatosan abba a helyzetbe, mert bármi történik, ugyanarra sablóra gondolkodunk, hogy ennél még a halál is jobb. Ez nekem nem kell, vagy úgy, vagy sehogy. Tehát akkor mi a megoldás? Én azt hiszem, hogy itt a változtatás és a változás pontosan abban áll, hogy észrevesszük ezeket a konfliktusainkat az életben. A Rózának, bocsánat, szklerózis multiplex programnak volt egy másik csúfneve is az én életemben, úgy hívtam, hogy Róza. Most már az szklerózis multiplex rövidítve számomra a Szeresd Magad program. De ennek a lelki állapotnak, hadd nevezem ezt így, hogy lelki állapot, igen. mert ez egy testi lelki állapotot hoz az életünkbe. Rengeteg árnyalata van, és ha odafigyelünk arra, hogy hányféleképpen ivódik be ez a gondolatainkba, a cselekedeteinkbe, a döntéseinkbe, hány szinten tudunk ebbe az állapotba megmaradni. Gondoljanak csak arra az esetekre, amikor egy lépcső, egy küszöb, egy párkány, egy emelkedő, egy parkolóban ott felejtett bevásárlókocsi, ami éppen ott van, pont az útba, és nem tudom kikerülni, és nem tudok megkapaszkodni, és mégis ott kell mennem, egy magas padozatú villamos. Mennyi akadály van egy ilyen esetben? Egy eldobott rágógumi, egy szemét, amit az útra fújt a szél, egy zacskó, amiben elcsúszok, elesek, nem tudok megkapaszkodni, képtelen vagyok kivédeni ezt a helyzetet és akadályt. Maga az a korlátozottság, a mozgásomban való korlátozottság is egy olyan dolog, amivel szemben nem tudok elmenekülni, kitérni, túllépni. Nagyon jól összefoglaltad, és nagyon köszönöm, mert rávilágítottál arra, hogy hányféleképpen élhetjük ezt meg, és nyilvánvaló, hogy ebből adódóan más és más lesz a klinikai kép. És ebből jönnek a mindenféle akadémikus leírások, hogy ilyen, olyan, ami. Nyilvánvaló, hogy az, akit ez a probléma érint, hogy ez a feladat érint, mert ugye a problémára nincs megoldás, de a feladatra feladat, van. Így van. Ha a Szeresd Magad programban, alias szklerózis multiplex programban észrevennénk nem csak azokat, amelyek bennünket akadályoznak, hanem amivel mi gondolatban, érzelmileg és viselkedésben önmagunkat akadályozunk, akkor óriási lépéseket tennénk a gyógyulás felé. Nyilván ez egy másféle gondolkodást is igényel attól, aki ezzel a programmal együtt él. Ez tökéletes végszó volt. Minden Szeresd Magad programmal küzdő embernek, mert valójában amikor el tudjuk fogadni önmagunkat, onnantól kezdve kezdődik az, hogy ki tudunk mászni ebből a pokoli helyzetből. És a tüneteknek a színessége meghatározza, hogy az akadémikus orvoslás mit minek fog nevezni. Régen a szklerózis multiplex és a látóideg program az egybe futhatott, de most már szétszették természetesen. Most már van külön olyan, hogy neuromielitis optika vagy Deritz szindróma. Aztán miért? Mert van látóideg gyulladás,
és van keresztirányú mielitis, és most már hála az immunológiának van ilyen, hogy anti-aquaporin 4 ellenanyag kimutatása. Nem megyek a részletekbe, csak azért említem meg, mert ezzel kapcsolatos segélykérő levél is érkezett már a Devitt szindróma megértésével kapcsolatban. Aztán van itt egy nagyon érdekes betegség, ami egy barátomat érintette, a Guillain-Barré szindróma, a GBS. Szóval ez jellemzően az érzés vagy a fájdalomnak a változása. És az érzés vagy a fájdalom, ugye? És jön hozzá az izomgyengeség. A kezek és lábak szintjén indul el. És vajon mi fogja okozni az érzés és a fájdalom változását? Képtelen vagyok védekezni, kezek. Kitérni, lábak, a sorozatos fájdalmak elől. Itt nem feltétlenül a fizikai fájdalmakra kell gondolni. A lelki fájdalmak azok még erősebbek, mint a fizikai fájdalmak. És ez fogja elindítani a kezek és lábak szintjén az izom gyengeséget, ugye képtelen vagyok, önleértékelés, önpusztítás, és az érzés és fájdalom is kiesik. A probléma akkor van, amikor ez a folyamat nem akar megállni, eléri a légzőizmokat, és végzetessé válik. Ritkán válik végzetessé, de az akkor egy nagyon gyorsan lefolyó program következménye lehet csak. Az akadémikus magyarázat nagyon egyszerű. A szervezet immunrendszere tévesen támadja meg a perifériás idegeket, és károsítja a mielin szigetelést. Hát kérem szépen, a biológiában nincs tévedés. Ezt jegyezzük meg, a biológia mindent teljesen logikusan csinál. Az nem logikus, ahogy mi bánunk a saját biológiai testünkkel. Mert ugye senkinek nem lógott a köldökzsinórján a Hammer doktor tudományos táblázata, de utólag azért ez átvehető. A lényegét megérthetnénk, hogy az a gond, hogy benne ragadunk egy konfliktusba, a biológián pedig mindig a pillanatra reagál. De én minden pillanatban ezt az érzést hozom be, akkor nem tud mást mit tenni, mint hogy leblokkolja a kezemnek, a lábamnak a működését és az érzését. Valójában az immunrendszer nem téved, hanem végrehajtja mindezt, ami az idegsejten az működés változást elindítja. És van itt egy újabb, most már mechanikus idegzsába nevezhetjük így. Tehát amikor szorult helyzetbe kerülnek az idegek, és itt látjuk a vállövnek az idegét, a plexus brachialis, és ez egy igencsak hát finoman megszervezett, megtervezett kábelkötek, és nem csak a sárga színnel jelzett idegeket, hanem az ereket is látjuk itt ebben a trapéz alakú területben, a mellkas kimeneti szindrómák. Miről van itt szó? Hát van három leírás, hogy Scalenos szindróma, kosztoklavikuláris vagy hiperabdukciós szindróma, mert hogy ezt valaki megjegyezze, a lényeg az, hogy azt fogjuk érezni, hogy az erek és idegek becsípődnek. Tehát pulzus probléma és fájdalom lesz az erek és idegek szorult helyzete miatt. És akkor az egyik leggyakoribb történet, ugye, a személyiségben megélt önleértékelési konfliktus és következményei. Ez lesz az is jelz, hogy ülőideg gyulladás. Itt látjuk a jobb oldali képen az ülőidegnek a lefutását, és hát ez elég kellemetlen, amikor egyik pillanatról a másikra villámcsapás szerűen lefut a fájdalom a derekamtól vagy a csípőmtől egészen a sarkamig. Na de ez már az utolsó hópihe volt, ami a lavinát elindította, mert azt mondja mindenki, hogy mert rosszul mozdultam. Nem, kérem szépen, előzőleg tönkre kellett tennem a gerincnek az izomzatát az önleértékelési személyiségben megélt önleértékelési konfliktusban. És ha a jobb oldali izomzatom
bontottam le jobbkezesként, mert a főnököm mondott valamit, amitől én aztán nagyon, de nagyon hát kisebbrendűségi érzést éltem meg, akkor elkezdem sorvasztani ezt az izomréteget, és nyilván ugyanúgy, mint az arcnál, az erősebb izomzat áthozza a másik oldalra a gerincet, és akkor jön létre az idegbecsípődés, aminek már itt jobb oldalt látjuk a tünetét, és ez még mindig a konfliktus aktív szakasz. Aztán, ha megoldjuk a konfliktust, vagy végre már lefekszünk, mert már nem bírunk fent lenni, akkor megszűnik az idegbecsípődés miatti idegzsába, és vissza fog épülni a megfelelő oldalon, tehát jobb oldalon az izomzatunk, természetesen fájdalom és izomrángás a közepette. De miért élünk meg annyi, de annyi konfliktust a személyiségünkben? Miért lehet minket ennyire megbántani? Azt a képet bántjuk meg, amit elképzelünk magunkról. Azokat az azonosultságokat, amelyek meghatározzák a személyiségünket, hogy én ki vagyok én. Nézzük csak meg a 4-1 kártyára, ki mit ír ki oda, vízi igazgató, vagy valamilyen szakma mestere. És hogyha megkapja a kritikát, hogy te hol vetette a mesteri diplomádat, melyik lengyel piacon, akkor hogy fogja ez az ember megélni ezt a kritikát? Vagy éppenséggel azt mondják, hogy egy mester ilyen munkát nem csinál. Tehát ezek azok a dolgok, mert azonosítom magam egy munkafeladattal, egy társadalmi beosztással, egy családi pozícióval, vagy bármivel. Tehát az azonosultságainknak a felülírása. Tehát ne pusztuljunk már bele abba, amit csinálunk, hanem tekintsük lazán, játékként, könnyedén, oké, mondtál valamit, az a te véleményed. De amíg én azonosítom magamat mások véleményével, addig mindig meg fogok élni a személyiségemmel kapcsolatos önleértékelést, ami elindítja adott esetben az izmoknak a programját, vagy éppenséggel a csontoknak a programját, mert ugye a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat fogja lebontani. És milyen érdekes, hogy a személyiségünkhöz kötött konfliktusok mind a gerincünkhöz kötöttek. Tehát ez jelenti az isiaszt vagy idegzsábát, amiről természetesen már előző webkonferenciákban beszéltünk. És még egy érdekességet, amiről eddig még nem volt szó, de itt is idegbecsípődésről van szó, ha megnézzük ezen a jobboldali képen. Arról van szó, hogy piriformis szindróma, vagyis a háromszögi izom alatt futó ideg fog becsípődni, és ez meghatározott mozdulatra, illetve hát tesztre, ez a fájdalom megjelenik, hogy a csípőnek a hajlítása, vagy távolítása, kifelé forgatása, nyújtása közben, és ez is egy ugyanilyen hát mechanikai becsípődés, mint amit a vállövnél már elmondtam. Én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani ezekről a neuropátiákról, idegbántalmakról, és láttuk, hogy nem minden idegbántalom mögött van váratlan, meglepetésszerű, fel nem oldott érzelmi megrázkódtatás, de ami mögött ezek vannak, az csak azért indít el egy neuropátiát, mert jegyezzük meg, túl hosszú ideig voltunk benne, és túl erősen éltük meg azt az adott konfliktust. Ha betartanánk azt, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, akkor még ilyen neuropátiákat se tudnánk begyűjteni magunknak. A germán gyógytudomány tehát rámutatta arra, hogy a betegségek nem a statisztikai adatoktól függnek, hanem csak a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, a programoknak az aktív vagy megoldási szakaszától, éppen hogy
sinen vagyok, vagy feloldom érzelmileg a dolgokat? Ez itt a nagy kérdés. Ha meghalmozzuk a konfliktusokat, akkor hangulati változásokat is meg fogunk élni. Ha a eddig fel nem oldott, bent ragadt problémáinkat végre elkezdjük feloldani, feltárni érzelmileg, akkor igenis a biológiánk helyreállítja mindazt, amit eddig a mi meg nem oldásunk miatt maradt úgy. Tehát, ami nagyon lényeges a germán gyógytudományban az, hogy valóban tudomány, mert rendelkezik a tudományosság kritériumaival, vagyis reprodukálható, kérem szépen összehasonlítható, előrejelezhető. Az akadémikus orvoslásban tünetorientált a besorolás, a táblázat, a kezelés, és ha egy tünet mellé megjelenik még egy, akkor ezt kapcsoltáruként már elnevezzük valamilyen különleges betegségnek. A germán gyógytudományban az az fantasztikus, hogy minden tünetünk mögött egyetlen fel nem oldott konfliktus van. Az a program két szakaszban zajlik, és mindig a három csiralemez fogja meghatározni, hogy éppen mi fog történni. Tehát nem véletlenszerű, nem rossz indulatú, nem ismeretlen. Minden a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Ha pedig érzelmileg megoldjuk a DHS-t, akkor természetesen eltűnnek a sinek és meggyógyulunk. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Hát köszönjem én is meg a fantasztikus előadásod, drága Karesz. Én azt hiszem, hogy ha megengedsz a végére egy boros lezárást, akkor ma már igazából tudjuk azt, hogy mi az, ami az idegeinkre megy, és mi az, ami nem. Igen. És pontosan ezért köszönöm ezt az előadást, mert rámutattál, hogy hányféle módon lehet megközelíteni ezt a témát.